Az is ismeri Warholt, aki nem ismeri, tartja a mondás, amiben lehet némi igazság, hiszen Marilyn Monroe, Mao vagy a Campbell's konzervek képe azok számára is ismert, akik még nem hallottak Andy Warhol munkásságáról. Nyáron nyílt kiállítás Bob Dylan és Andy Warhol alkotásaiból a Cifrapalotában és a Bozsó gyűjteményben Kecskeméten. Az Andy Warhol kiállítás alkalmából szombat délután amerikai gasztro- és kultúrkalandot szerveztek a gyűjteményben, felidézve a 20. század Amerikáját. Júliusban nyílt a Warhol jelenség című kiállítás itt nálunk a Bozsó gyűjteményben, karöltve a Cifrapalota Bob Dylan kiállításával közösen, és egészen október közepéig látogatható mind a két kiállítás. Prágából érkezett az anyag, vagy érkeztek a kiállítási tárgyak, elsősorban nyomatok, művészi nyomatok, plakátok, illetve lemezborítók az Andy Warhol kiállításra. És Andy Warhol művészetének különböző aspektusait mutatja be a kiállítás, például a fogyasztói társadalomhoz való kapcsolatát, az amerikai ikonokat, mint például Marilyn Monroe, illetve olyan különleges, máigható tendenciákat, folyamatokat, folyamatokra is szeretnék a kurátorok, ifjú Bozsó János és Nátyi Róbert felhívni a figyelmet, amelyek például a bizniszművészet, vagy a művészet és az üzlet kapcsolata, vagy pedig az a fajta gondolat, hogy a jövőben mindenkinek jár majd 15 perc hírnév, ez is Andy Warholhoz kapcsolódik ez a tételmond. Mégis mitől töretlen Andy Warhol népszerűsége majdnem 40 évvel halála után is? Mitől különlegesek az általa készített képek, és hogyan válhattak ennyire népszerűvé a laikusok között is? Egyrésztről érthetőek ezek a képek, nagyon markánsak, nagyon jól felismerhetőek és elkülöníthetőek egyéb művészek alkotásaitól. A nyers, harsány, erős színek, éles kontúrok, nyilván azok a tárgyai, amiket, illetve akiket megörökített. Ugye Warhol kapcsán a portrét említhetjük, mint talán a legmarkánsabb, legmeghatározó műfajt, tehát ezzel is egyébként tudatos választásokat látunk itt, hogy Marilyn Monroe halála után kezdte el ezt a sorozatot, tehát tudta azt, hogy van egy olyan jelentősége Marilyn Monroe portréjának, arcának, vizuális megjelenésének, amelyet, hogyha ő felhasznál, akkor az ő művészetét, az ő ismertségét, ez segítheti azt, hogy varholosítja Marilyn Monroe portréját, és ma már nagyon sokaknak, akár olyan embereknek is tényleg, akik nem ismerik Andy Warhol nevét, ismerik a művészetét. Andy Warholt az is ismeri, aki nem ismeri, hogy ilyen frázist pufogtassak. A Warhol jelenség önmagában is elég lenne az amerikai életérzéshez, de a szervezők sok-sok amerikai ikonnal és jellegzetességgel készültek szombaton a gyűjteménybe látogatóknak. A két motornak az a különlegessége, hogy a Harley Davidson egy 1928-as, az az egyidős Andy Warhol-al, és ugye szintén az amerikai ikonok közé tartozik. A másik motor pedig egy 1946-os Indián, ami Warhol 18 éves korából való, és az udvaron pedig látható még egy Chevrolet Caprice is, ami 47 éves korából. Tehát tulajdonképpen bemutatja ez is, hogy változtak élete folyamán a nagy amerikai ikonok, hát ugye ez mind úgymond jelkép, ezek a motorok és ezek az autók. Az udvaron street fooddal és barbecue ételekkel várjuk a vendégeket az Okos Grill jóvoltában, és a benne kiállító térben pedig még vannak hanglemezek is, amerikai zenéket lehet válogatni, és az előtérben pedig vannak amerikai irodalmi könyvek. Az amerikai gasztro- és kultúrkaland mindenki számára elhozta az amerikai életérzést a Bozsó gyűjteményben. Délután gyermekfoglalkozások várták a fiatalokat az alkotósarokban, közben pedig a Blue Sky Trio hangversenyét élvezhették az érdeklődők.